Milyen ügyben? Annyit mondott magáról. Indul a nap egy építőipari cégnél, legalábbis a Pécsi Nemzeti Színház új előadásában. A Híd Error című darabban Szél Horváth Lajos és Urbán Tibor színészek játsszák a főszerepeket, építészeket alakítanak. Sziklai Oszkár vezető építész vagyok, Urbán Tibor kollégám pedig Csizmadia Gábor beosztott építész lesz a darabban. Valóban ősbemutató, és Funkiván nem első olyan előadása, ami erőteljes improvizációra épül. A Bimboval az a kapcsolatunk, illetve hát az ő által megjelenített Sziklai Oszkárral, hogy mi csoporttársak voltunk az egyetemen, ahol volt köztünk, ezt most nem akarom elárulni, mi egy, hát végül is egy elég pitinek tűnő konfliktus, amiből azért nagy dolgok, vagy nagyobb ügy lett, és ennek a akkori konfliktusnak a 20 éve későbbi folytatását, vagy valamiféle, hogy mondjam. Most az, hogyha az ember az életében kap egy sebet, bármilyen igen, pici, apró, hogy ki hogy tudja majd a későbbiekben feldolgozni, leviselkedni, tehát hogy erről szól végül is a mi történetünk. Annyi csavarral, hogy a gyermekeinken keresztül, és akkor megpróbálunk nagyon nem spoilerezni itt, vagy előrevetíteni, elárulni titkokat, de hogy a fiainkon keresztül történik a 20 évvel későbbi folytatás a történetnek. Elnézést, bejöhetek! Gábor, most nem akarsz! Eszter volna! Hát kint nem volt, elküldtek sétás. Ja, persze, elfelejtettem. Csizmadia Gábor! Oszi. Sziklai Oszkár. Csak egy percre zavarok. Ha valaki szereti az improvizációt, így, mint színész, akkor az egy könnyebbség. Kaptunk egy jó keretet. Az nagyon fontos, hogy kaptunk egy jó keretet, kaptunk egy szituációt, figurát, hogy hogyan kell viselkedni, és ehhez mérten improvizáltunk. Nagyon jó, egyébként nagyon jó volt. És az volt a legjobb, hogy nem csak a saját karakterünkben kellett improvizálni, hanem megnézhetük a kollégát. Például nekem nagyon jó volt, amikor Ubit láttam az én karakteremet megformálni, mert ő új ízeket, nekem tetsző, nagyon jó ízeket tudott beletenni, amit én bele is dolgoztam a figurával. Tehát ez nagyon, nagyon jó egyébként. A mai napig, tehát például előadáson is sikerül improvizálnom, hogyha például nem jut eszembe a szöveg. Annyit fúzzék hozzá, hogy nyilván jól esik egy színésznek, hogyha egy olyan szöveg kerül elé, ami jól megvan írva. Most mondhatnám azt, hogy ez ritka, de nem mindig olyan a szöveg, ami dramaturgiailag, vagy hogy mondjam, nyelvileg könnyen mondható, és akkor néha kicsit változtatunk róla. Itt ugye megvolt, tehát nulláról indultunk, mindenki azt mondta, amit hát nem gyakorlatilag akart, azt mondja, az Iván döntött el a végén, de abban a pillanatban az első körben mindenki a saját szavaival és a saját élmény anyagával alapozva mondta a szöveget, a figurába kiindulva, akit éppen alakított az improvizációk során. A Híd című darabot Funk Iván írta és rendezte. Fiam, állásba kerülsz! Tessék! Meghirdettek egy állást benn nálunk az irodán, és én megkértem a Szilviát, hogy vegyenek fel. Mi? És ezt csak most mondod? Mikor kellett volna? Mondjuk előtte. Erről nekem se szóltál. Meglepetésnek szánta. És mit mondok? Mikor kezdnek? Felvesznek. Ez a darab két építésznek a párharcáról szól, akik egyetemi csoporttársak voltak, és hosszú évekig nem volt semmilyen kapcsolatuk egymással, és az élet egy véletlen folytán ismét egymás mellé tereli őket, mert a fiaikat ugyanabba az állásba akarják felvetetni, és ebből egy nagyon különleges és izgalmas párharc alakul ki, aminek a végét most nem mondom el. Lényegében arról szól a darab egyébként, hogy mit tehetünk meg mit nem tehetünk meg a karrierünkért, illetve arról, hogy az igazi elszenvedői a harcnak nem az ellenségek, az ellenfelek, hanem az ő környezetük, akik leginkább megszenvedik azt, hogyha valami fajta ilyen karrier vagy egzisztencia harc zajlik körülöttük. Eredetileg egy 2020-as színházi nevelési pályázatra készült a színdarab. A pandémia megakadályozta ugye akkoriban a karanténok miatt, hogy elő tudjuk adni, tehát ez egy
ez egy utóbemutató tulajdonképpen. Meg voltak adva a témakörök, és az adott témakörökre én hoztam egy történetet, és egy kiinduló történetet, és egy szereposztást a színészeknek, és aztán később erről sokat beszéltünk a próba folyamat alatt, illetve ők improvizáltak szituációkra, amiket én rögzítettem, ebből létrejött egy szövegkönyv, amit aztán színpadra állítottunk. Általában ahhoz vagyunk itt szokva, a rendezők is, színészek is, hogy van egy példány előttünk, amikor leülünk az olvasó próbára. Itt most ilyesmiről nem volt szó, itt csak egy történet volt, tehát mindenképpen új volt mindenkinek a munka, aki még ezzel a módszerrel nem dolgozott, de én már csináltam így egy pár előadást, tehát bíztam abban, hogy létre fog jönni, és hál' Istennek sikerült is. Az érdeklődők még november 13-án és 14-én is láthatják az előadást, a későbbiekben pedig további időpontokban is bemutatják az improvizáción alapú darabot. Mit szólnál egy vacsorához, a találkozásunk örömére? Egy vacsora meghívásra, Sziklai Oszkárral nem lehet nemet.